A műsort a Mitsubishi Motors támogatta. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Hát 2019-ben egy újítást vezettünk be a Bahart Regatta életében, hiszen korábbiakhoz képest egynapos lett a rendezvény, úgy gondoljuk, hogy itt sokkal hatékonyabb és sokkal többen részt fognak rajta venni, illetve fontos újítás és újdonság, hogy online nevezést vezettünk be, ahol kedvezményt nyújtunk a versenyzőknek, több mint 50 előnevezőnk volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tetszik nekik és örülnek ennek. Egy nagyon jó kis összeszokott csapattal mentünk, sokat nem beszélgetünk, leteszi mindenki a dolgát. Nagyon szép verseny volt, jól indultunk, rajtot jól elkaptuk, utána egy kicsi leálló szélbe mentünk lellefele, lellétől mi tovább húztuk, a mezőny nagy része elindult át a túlsó partra, mi bíztva abba, hogy majd nyugatról frissül a levegő, ez be is jött, és utána végig elsőként sikerült behúznunk a elsőjét. Egy nagyon kellemes hadcsomó körüli szél volt, relatíve sima vizen, úgyhogy hasított a hajó. A szél az valamivel jobb volt, mint amire számítottunk, bár volt egy leállás, az kellemetlen volt, mert nem abból az irányból jött meg a szél, mint ahonnan vártuk. Nagyon jó volt a hangulat, és jól mentek a manőverek. Szerencsénkre itt az utolsó szakaszon befújt egy kellemes 7-10 csomó közötti szél, úgyhogy azzal aztán berepültünk a célba. Nagyon izgalmasan alakult a mai nap egyébként, tehát a rajtunk egész jól sikerült eljönni, aztán elkezdtünk aggódni, mert a szél kezdett elfogyni, és féltünk, hogy kint töltjük a napot a családdal. Asszonya, illetve két lánygyermekkel mentünk, az egyik 13, a másik pedig 17 éves. Ők is helytálltak, semmilyen haváriánk nem volt, nagyon ügyesen vitték a hajót. A várakozásokhoz képest sokkal kellemesebb volt a szél, arra számítottunk, hogy nem lesz. Ehhez képest egész kellemesen sikerült vitorlázni. Általában a gyerekeimmel vitorlázok, csak hogy most nem éltek rá, úgyhogy a szomszédaim ugrottak be. Nagyon élvezték, most voltak először vitorlás versenyen, és hála Istennek örömmel zárták, mert kellemes vitorlázás volt. Itt vannak a barátaink, itt együtt szórakozunk, nem is az eredményesség érdekében jövünk, hanem hogy találkozzunk a barátainkkal, és élvezzük a sport adta szépséget. Egy nagyon jó rajtunk lett volna, ha egy olyan ember nem akadályozott volna bennünket, aki nem ismeri a szabályokat annyira. Ránk ejtette a hajót, ezért aztán lemaradtunk. A fölöttünk elrajtoló 3-4 nagy hajó letakart bennünket, és utána úgy kellett felküzdeni magunkat a középmezőnyén, mert elrohantak a kis szélbe. Bahart Regattát akkor is szerettük, amikor elkezdték, nagyon sokat jártunk akkor. Nekem volt egy saját vitorlási iskolám, annó, és nagyon sok tanítványom indult rajt, sőt, csapatot alkottunk, és úgy mentünk versenyezni. Tehát ez nagyon jó azért, mert nem kötik sportorvosihoz, nem kötik könyvhöz, nem kötik ide-oda. Akinek van hajója, menjen. Ez egy jó túraverseny, és ebben ez a szép. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. A műsort a Mitsubishi Motors támogatta.